szót, igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, miniszter és államtitkár urak. A múlt héten december 6-án és 7-én tartotta a Kereskedelmi Világszervezet az Interparlamentáris Unióval közösen szervezett a világkereskedelem szabályozásáról szóló parlamenti konferenciáját. A GATT 1947-es, majd a WTO 1995. évi megalakulása óta a Kereskedelmi Világszervezet központi szerepet játszik a többoldalú kereskedelmi megállapodások szabályozásában, megerősítésében, a gazdasági világrend alakításában és a nyitott, megkülönböztetésmentes többoldalú kereskedelmi rendszer kiépítésében. A magyar kormány meg van győződve arról, hogy a mindenki számára előnyös, szabad, tisztességes és méltányos kereskedelmen alapuló nemzetközi kereskedelmi rendszer elősegíti a globális gazdasági növekedést és a fenntartható gazdasági fejlődést. Az így kialakult szabályokon és a többoldalú nemzetközi szerződéseken alapuló kereskedelmi rendszer azonban az utóbbi években súlyos válsággal néz szembe. A tárgyalások szinte teljesen elakadtak, egyes szakértők szerint már kereskedelmi háborúk fenyegetnek. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kereskedelmi Világszervezet alapfunkciójának tekinthető vitarendezési mechanizmus is kezd zátonyra futni, hiszen a jelenlegi fellebbezési testület tagjainak mandátuma jövő decemberben lejár. Az új tagok kinevezése pedig az Egyesült Államok politikája miatt akadályokba ütközik. Ez a patthelyzet rövidesen oda vezethet, hogy a mára létrejött többoldalú nemzetközi kereskedelmi rendszer szabályai kikényszeríthetetlenné válnak. Erre a neuralgikus helyzetre kell mihamarabb megoldást találni mindannyiunk érdekében, mégpedig úgy, hogy a fellebbezési testület függetlensége, legitimitása továbbra is biztosított maradhasson. A szervezeti problémák mellett látnunk kell azokat a korábbi években felhalmozott rendszerszintű kihívásokat is, amelyeket a 2001-es, tehát 17 évvel ezelőtti dohai fejlesztési menetrend mind a mai napig még nem oldott javaslataiból erednek. A konferencia egyetértett abban, hogy a Kereskedelmi Világszervezet jelenlegi formájában nincs felkészülve a 21. század kihívásaira, ezért a WTO korszerűsítését sürgősen meg kell kezdeni. E folyamat keretében elsődleges, hogy a világszervezet képes legyen az elmúlt években folytatottnál rugalmasabb, új tárgyalási folyamatokat kialakítani, mert csak így lehet képes hatékonyan reagálni a termelés, és ezáltal a kereskedelem egyre gyorsabb változásaira, amelyek hatásaira fel kell készíteni a világkereskedelmi rendszert, és még olyan szakpolitikákat is ki kell dolgozni, amelyek a társadalmak, az emberek szélesebb rétegeinek érdekeit szolgálják, mind egyéni, mind közösségi szinten. Természetesen, mint ahogy a zárónyilatkozat is megállapítja, ugyanez igaz a környezetvédelmi kérdésekre is. A párizsi klímacsúcson elfogadott megállapodásban foglaltak végrehajtásában, valamint a fenntartható gazdasági fejlődés előmozdításában is konkrétabb lépések megtételére van szükség. A zárónyilatkozat azt is leszögezi, hogy a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása, továbbá a szegénység elleni küzdelem elképzelhetetlen, a nők szerepvállalásának világméretű növelése nélkül, ezért a jelenleginél a szervezetnek sokkal hatékonyabban kell tevékenykednie a nőknek a gazdaságban való részvétele előtt álló akadályok lebontásában. Tisztelt képviselőtársaim, e célok megvalósításában csak akkor lehet a világszervezet sikeres, ha a korábban említett szervezeti megoldásokon túl képes lesz fokozni saját demokratikus legitimitását, és hivatalos munkakapcsolatot alakít ki az Interparlamentáris Unió parlamenti konferenciájával, ami nem csak az egyes országok kormányainak, hanem az egyes országok gazdasági társaságainak és maguknak a világ polgárainak is elemi érdeke. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr. A
kormány nevében Sztáray Péter államtitkár úr mondja el a véleményét. Parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Magyarország exportorientált gazdaságként kulcsfontosságúnak tartja a szabályokon alapuló, nyitott, kiszámítható és átlátható multilaterális kereskedelmi rendszer megvédését. A WTO modernizációját célzó erőfeszítéseket a legsürgetőbb problémák, például a vitarendezési pillér válsága megoldására kell fókuszálni. A reform kezdeményezésekbe be kell vonni a WTO legfontosabb tagjait, így az Egyesült Államokat és Kínát, és a WTO modernizációjához a legnagyobb tagoknak egyaránt hozzá kell járulnia. A kereskedelem szabadságának fenntartása mellett érdekeltek vagyunk az egyenlő versenyfeltételek megteremtésében és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépésben. Utóbbi keretében támogatjuk az Európai Unió erőfeszítéseit azzal kapcsolatosan, hogy az Egyesült Államok, az EU és Japán háromoldalú együttműködés keretében ennek érdekében tárgyalásokat folytasson a WTO vonatkozó szabályainak felülvizsgálata és erősítése céljából. Magyarország érdekeivel ellentétes a jelenleg zajló kereskedelmi háború, és bízunk benne, hogy az már rövid távon és megnyugtató módon rendezhető lesz. A WTO-ban folyó kereskedelmi tárgyalások eredményes lezárásának előfeltétele, hogy a szervezet szembenézzen az elmúlt két évtized alapvető világgazdasági változásaival, és a feltörekvő tagok megnövekedett versenyképességüket tükröző mértékben vegyék ki részüket a kötelezettségvállalásokba. Támogatjuk az Európai Bizottság törekvéseit abban, hogy a fejlődő országok fejlettségi szintjükkel arányosan a valós és igazolható szükségletek mentén kapjanak csak speciális és megkülönböztetett elbánást a WTO szabályok alkalmazása tekintetében. A nemzetközi szabályrendszer aktualizálása mellett a meglévő kötelezettségek megfelelő végrehajtása is kiemelt hangsúlyt kell fektetni. Minden fórumon elkötelezetten támogatjuk azon törekvéseket, melyek a szervezet előtt álló kihívások kezelését irányozzák elő. És uniós tagállamként, exportorientált gazdaságként Magyarország számára fontos a megfelelő képviselet a WTO mellett. Magyarország alapvető érdeke tehát, hogy a világkereskedelem és az annak szabályozási keretet adó WTO feszültség és problémamentesen működhessen. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm szépen.